A már feljutott Kisvárda és a már kiesett Sopron mérkőzésének első fél órájában nem sok esemény történt, a hazaiak birtokolták a labdát, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani az ellenfél kapuja előtt. A félidő hajrájában aztán felpörögtek az események, a 40. percben Papucsek ívelt előre, Oltán Ilics elé fejelt, aki 14 méterről a kapu jobb oldalába ívelte a labdát. Két perccel később újabb gólt szerzett a házigazda, ezúttal Ilics passzolt Hefflerhez, aki egy igazítás után a bal alsó sarokba lőtt. Az 59. percben egy jobb oldali szögletet követően Ilicshez került a labda, a támadó jobb külsővel középre ívelt, Lukács Rajgon pedig az ötösről a kapu bal oldalába fejelt. A 75. percben Melnyik passzolt a 3 perccel korábban beálló Kovács Rétihez, aki a kapu közepébe lőtt. A 84. percben Lukács Rajgon tette fel az íra a pontot, Protics baloldali beadását futtából fejelte a kapu baloldalába, kialakítva az 5-0-ás végeredményt. Azt beszéltük a srácokkal, hogy mindenképpen győzelemmel kell ezt az évet lezárni, szerintem ez így dukál, megérdemlik a srácok a mai győzelmet. Az elején kicsit nehezebben indult, de utána az első gól után beindult a gépezet, és utána akár még több gól is lehetett volna. A mérkőzés után a kisvárdai játékosok és edzők átvették érmeiket, aztán következett a szurkolókkal közös ünneplés. A védő Papucsek Barna szerint tökéletes szezon zárt a csapat. Nagyon nehéz év volt, örülünk, hogy ez sikerült, amit kitűztünk cél elé a idény elején. Szerintem mindenki teljes mértéke elégedett lehet mindennel. Hát a kupa nehéz, nem könnyű, de mi viseljük a terhét. Kondás Elemér edzőként nyert 2 bajnoki címet az NB1-ben, 2-szer győzött a Debrecennel a Magyar Kupában, ezúttal pedig a kisvárdai sporttörténelem része lett a csapat élvonalba juttatásával. Nem indult ez a bajnoki év úgy, hogy föl kell jutni a csapatnak, ugye? Amit mondtam, a múltkor első mérkőzés után volt, aki azt mondta, hogy a 8-ban nem lesz a csapat benne, ehhez képest most az első osztályba került. Én azt gondolom, hogy nagyon jól, elég sok játékos kicserélődött, ugye a nyár folyamán 10 új játékos érkezett. Nem volt olyan hosszú idő arra, hogy fölkészüljünk, de annak ellenére nagyon jól indultunk a mérkőzésbe, a sorozatba, a bajnokságba, és nagyon szép őszt produkáltunk. És akkor télen jött az, hogy most már akkor föl kell kerülni, hogyha ilyen helyzetbe került a csapat. Ez volt, amikor bénítólag hatott a játékosokra, és nem úgy sikerült a játékot megvalósítani, ahogy szerettük volna, de végül is a célt, amit saját magunk elé is kitűztünk, csak nyilván én ezt nem akartam hangoztatni, azt megvalósítottuk. A forduló további eredményei a következők: Budafok-Budaörs 2-4, Zalaegerszeg-Moson-Magyaróvár 4-0, Siófok-MTK 1-0, Csákvár-Szeged 3-1, Szeglét-Kazincz-Barcika 2-1, Békés-Csaba-Soroksár 0-3, Vác-Dorog 1-0, Szolnok-Nyíregyháza-Spartakus 1-0 és Győr-Jirmut 1-3. A bajnoki címet az MTK szerezte meg 82 ponttal, megelőzve 75 pontos Kisvárdát. A két csapat feljutott az NB1-be. Az NB2-ből a Szolnok, a Szeged és a Sopron esett ki.